Két új körforgalom is segíti a közlekedés Nyírbátorban, ez a fejlesztés is idén valósult meg. Több helyen járdákat, térburkolatot és közteret is rendbe tettek a városban 2016-ban, de bicikliutat is építettek. A nyírbátori polgármester azt mondja, a legtöbb projekt célja, hogy Nyírbátor kedvező település legyen a fiatalok számára. Számunkra a jövőben az elsődleges szempont az a fiataloknak a helyzetbe hozása a településen, és ennek megfelelően bármilyen fejlesztést, működést gondolunk át, vagy alakítunk ki, mindig azt nézzük, hogy ezek a lehetőségek hogyan szolgálják a fiataloknak az érdekeit, hogyan tudunk olyan városi lakókörnyezetet kialakítani, ami számukra mind az életben, tehát a hétköznapi életben, a szórakozásban, a munkavállalásban, a közlekedésben, a társadalmi életben megteremti azt a környezetet, ami egy európai színvonalú kisvárostól elvárható. A terv egyik pilléreként a közlekedés struktúráját a gyalogos és kerékpáros forgalom irányába próbálják terelni, hogy autók nélkül is gyorsan, biztonságosan lehessen közlekedni a város területén. A közbiztonságot is folyamatosan javítják Nyírbátorban, több mint 100 kamerából álló térfigyelő rendszert alakítottak ki. A fejlesztés folyamatos, az önkormányzatnak hosszú távú tervei vannak. Azt kell, hogy értsék a városlakók is, a fiatalok is és mindenki más, hogy ez nem egy egyszeri beruházás, hanem egy folyamatnak a kezdete. És ez a fiatalokkal való együtt gondolkodás, közös gondolkodás, ez nem csak egy szlogán, hanem ezt szeretnénk a gyakorlatba is átültetni. Ennek megfelelően különböző fórumokat hoztunk létre, ahol a fiatalok különböző közössége, klasszikusan a középiskolások, az egyetemisták, a kisgyerekes családok és a cégeknél dolgozó fiatal családok közösségével minden egyes olyan téma, ami fejlesztést, beruházást érint, vagy egyszerűen csak a város működését, szórakozó helyeket, közterületeket, megvitatjuk velük, ők erre javaslatot tesznek. A városvezetés a különböző döntéseknél ezeket a javaslatokat is figyelembe veszi, tette hozzá a polgármester. Máté Antal kiemelte, a következő 3 évben egy komplex városfejlesztési programra 500 millió forintos forrást fordítanak. A beruházás a város szinte teljes működését érinti majd, így például a közlekedést és a szórakozást is.